Minden egyes bizottság létrehozása a szolgálatok energetikai konferenciával kapcsolatos felmerült kérdések teljesülő feltárására. Előtte ezt úgy gondolkodtam, amikor egy képviselő szóval kérdésre. Elsősorban is engedje meg, hogy visszautasítsam azt a vádat, ami a közülés elején hangzott, hogy képviselő érsem mellettenni, vagy esetleg nem is menni az eszközt. És egy mondat elejéig az a performance-ról jön fogalmazni. Én beadtam az írásbeli kérelmemet a jegyzőnek is, és a Holdig fele is. És a várostól, és így köszönöm meg Szekeres Antal jegyzőnek, ma reggel megkaptam ezt a dossziét és dokumentumot, nem tudom még, hogy mi áll benne, meg fogjuk nézni, föl fogjuk dolgozni. Most de az előterjesztésre visszatérve. Hát mindjárt ismerjük ezt a témát. Olvashattuk azt is, hogy a Fidesz frakciója szerint a Floridába utazott. A debreceni politikai, gazdasági és közéleti elit java szakmailag pontosan és elkötelezetten végzi a munkáját. Ezzel nincsen problémám. Ez biztos, hogy így is van. Egyetértek vele. Azonban nem ez most a kérdés. A kérdés ennél most lényegesen profán. A kérdés az, hogy mivel kell és mivel lehet megvédeni az érintettek a Floridába utazott becsületét, és egyben a város és annak vezetőinek a hitelességét. Nem más ez, mint a Mentsük meg lelkeinket projekt, ahol itt és most én úgy látom, hogy két egymásnak ellentmondó nézet csak össze. Látható talán önök felül is, vagy a politikai akarat, miszerint leginkább a hallgatással, egyfajta tereléssel, és az ügy elaltatásával lehet ezt megtenni. És hát nyilván látják önök is, létezik egy jogos és erős vágy, és ez nem csak a debreceni ellenzék, hanem talán több millió jóérzésű magyar polgár részéről is így van, hogy ebben az ügyben tisztán kell végre látni, és az eddigi üzengetés terelés helyett mindenki terítsük végre. Lássuk azt, hogy valóban mi is volt. Úgy látom viszont, hogy abban mind a két tábor valamilyen módon egyetért, hogy valamit meg kell menteni. Menteni kell talán az elveszett és megbicsaklott becsületet és a hitelességet. Azonban rossz hírem van, uraim. A gond az, hogy valójában már nincs is kiket megmenteni. És ebben a kérdésben talán nincs már becsület sem, mert az az 5, 10 vagy 15, vagy a jó ég tudja, hogy hány utazó, akik felültek arra a repülőgépre, a közvélemény, az ország szemében, megbuktak már akkor, amikor felszálltak arra az ellátkozott repülőgépre, amíg Miami-ba kaptak. Ezután úgy gondolom, hogy a megkerülhetetlen kérdés nem más, mint hogy sikerül-e visszaadni, visszaszerezni az érintett vezetők hitelét és becsületét. Ez pedig csak és kizárólag egy mindenre kiterjedő vizsgálat teheti meg. Mert az a kommunikációs és verbális mérlegelés, az az álmodozás, amit ebben az ügyben, uraim, a hivatal, de akár néhány érintett is produkált, inkább a floridai mocsarak mélységét és bűzét idézni, nem pedig a felmerülő kérdésekre adott igaz válaszokat. És el kell, hogy mondjam különben, hogy kevés a boldogsághoz az, hogy a jelenlegi botránynak egyetlen, bár véleményem szerint igen kétes értéke mégiscsak van, de Debrecen városa csatlakozott a nyelvújítók népes táborához. Kazinciféle táborhoz, és a panamázás és a tocsikozás mellett egy új fogalmat sikerült adjunk a hálás utókornak, és ez nem más, mint a floridázás. Mert ma már nem csak egy város, de egy egész ország is mindja. Debrecen vezetői időnként ókor-ókor talán floridáznak is. És azt kell, hogy mondjam, bármennyire is magyarázzák egyre kínosabban azt a nem létező jogi morális kategóriát. Hát nincsen olyan, hogy hivatalosnak induló magánút. Mert nincs olyan politikai, gazdasági és jogi meghatározás, hogy átmenetileg, rövid ideig, esetleg lebukásig használt közpénz. És hát tisztelt közgyűlés, nem tudom, mi történt. Nem tudjuk, nem tudhatjuk egyelőre, mi történt. Nem tudjuk azt sem, hogy az érintett urak egyáltalán szokhat-e floridázni, hogy floridáznak-e, és azt sem tudjuk, hogy ez milyen pénzből történt. Azt azonban tudjuk, hogy ebben az ügyben egyre több kérdés a tisztázatlan. És meggyőződésem, hogy nem csak az a hatalmas probléma, ha az utazás esetleg közpénzből történt, és ez még akkor is visszatetsző, ha ez a pénz a lebukás után visszalett esetleg fizetve.
Mert a valódi tragédia az is, és ez akár az esetleges korrupció meleg ágya lehet egy adott pillanatban. Ha valaki, felelős közéleti, politikai, gazdasági, vezetői státuszban olyan, akár előzetesen közpénzből megfinanszírozott magánúton vesznek részt, amely utazásnak résztvevője a városban szerződéses jogviszonyban álló, évek óta 100 milliós debreceni beruházásokban érdekelt cég vezetője is lehet. Tisztelt közgyűlés! Úgy gondolom, abban megegyezhetünk, hogy nem csak az érintett felelős vezető, de Debrecen becsületén is volt eset. Ez pedig eddig tisztítatlan és tisztítatlan volt. Ezt máshogy nem fogjuk tudni rendbe rakni, kitisztítani, csak az előterjesztésben javasolt bizottság felállításával. Kérem, legyenek ebben partner. Ne hagyjuk, hogy a városra, Debrecen vezetőire ráérjen ez a fogalom. Ők floridáztak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az illetékelősen a Romer voltunk. Köszönöm szépen a polgármesterünk. Tisztelt polgármesterünk, tisztelt közgyűlés, örülök a képviselőtársának véleményét, mert annyira nem tisztelt meg minket, hogy egyetlen véleményező bizottságként odajön az ügyrendi bizottság ülésére, és maga elmutatta volna ezt. Ezért a bizottság kérdés hiány, vélemény hiány elutasította a felterjesztését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, tisztelt közgyűlés? Van-e hozzászólás? Köszönöm már látható kérdés. Hozzászólás. Mi az? Köszönöm, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Először is azt mondom, hogy fölöslegesen tartjuk ezt a bizottság felállítását igazából az eredmény szempontjából, tehát nem támogatni fogjuk. Mi is kíváncsi vagyunk, rendkívül kíváncsi vagyunk ezekre az adatokra, mint ahogy mi is kértük a jegyző úrtól is, a vagyonkezelőtől is kértünk adatokat, azokat még nem kaptuk meg. Személyesen elmentünk a jegyző úrhoz is tájékozódni a utazás körülményeiről. Mi úgy vagyunk vele a Jobbiknál, hogy nem felfalmazokat csinálunk, nem ananászta a félpicéron urálunk a önkormányzat előtt, nem hívjuk ide a tévét és rohanjuk körülbelül a városházát, előtt tájékozunk, és az eredmények ismeretében intézkedünk tartunk sajtótájékoztatót, akár adott esetben feljelentést is teszünk. Egyébként a kérdések között, amit ez a hány darab kérdés, most van 5 kérdés, 5 kérdés, a nagy részére már tudjuk a választ, már megkérdeztük, utána néztünk. De ami közte van, ami a frakciótársamra, a frakcióvezetőre vonatkozik, ezt visszautasítom és kérném a jegyzőt, hogy hivatkozzon arra, hogyha meg tudja tenni, hogy összeférhetetlen-e a Ágoston Antiportfólió Győzősági Tagsága vagyonkezelőnél. Mert ezt nagyon szóval vissza kell utasítanom, hiszen az azt jelenteni, hogyha ő nem lehetne a felügyelőbizottság tagja, mert egy magáncégnél dolgozik, hogy például akár én sem lehetnék az AKSZ felügyelőbizottsági tagja, mert üzleti kapcsolatban állott az AKSZ-vel, hogy ő viszik a szemetemet. Ezt nem is tudom, hogy ilyen vagy gondolt a képviselő úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szakmai Károly. Utóbbi 10 napban körülbelül a vélemények és a vélemény nyilvánítások számtalankornája megjelent ebben az ügyben. Kikövetkezetes vagyok, és továbbiakban is fenntartom azt az álláspontot, hogy ebben az ügyben a leggyengébb látszem az, amikor elindult a rokkontra nyilatkozat háború, és két kifejezés elhangzott. Az egyik az, hogy szabadságot, a másik pedig magánképről. Szabadság. Lehet vele polemizálni, hogy írták, nem írták ki, mikor írtak is saját magának. Igazából egy borzalmas nehéz nyomon követni. De a magánpénz egyértelmű, és a polgármesterútól is kérnénk, hogy önön maga felé és a közvélemény felé a lehetmosztása. Ha egyszer átutalták az utazás tervezőnek a közpénzt, akkor az nem magánpénz. Az, hogy utólag befizetik, az természetesen magánpénz, de a utazás szervezőnek közpénz a társadalma. Ez a leggyengébb látszem, a legnehezebben magyarázható és a legelfogadhatatlanabb része az egésznek. Önmagában a tény és önmagában ennek a indoklása is magyarázata. Fogalmasságot, tisztelt közülés! Köszönöm a lehetőséget, tájékoztatni szeretnék egyrészt a közülést. Másrészt pedig tervezem már a polgárit, hogy a vagyonkezelő felügyelő bizottság tagjaként kezdeményezem és soron kívüli, végül aztán soron következő felügyelő bizottság ülésére.
nyilvánosságra hozott és a Premier Bizottság elnökének megküldött levélben föltettem a kérdéseimet. Természetesen a mai napig erre választ nem kaptam, viszont azt igen, hogy december 2-án 9 órakor lesz ez a Premier Bizottság ülés, amelyen napi rendi pontként szerepel a floridás csapatnak a története. Boldog úrnak csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván én nem vettem itt a floridai utazáson, tehát ha valaki információt akar szeretni, akkor azt biztosan tőlem kívánta megtenni, tehát egyik se tettem ilyet, meg ezután sem, viszont ha már megkérdezte, hogy miért van rajtam ez a fajta formát, ha egy ruha, akkor az egyik dolog ez, hogy számomra csak előre van. Katonember az nem fordul hátra, előre halad. Minden dologra kíváncsi vagyok ebben a kérdésben, semmilyen megalkulás nem vagyok hajlandó eltűzni, számomra és a másik eset az, én magam Horthy Miklósnak tisztelője vagyok, és felelente egy nyelva erre is példa. Horthy Miklós pedig azt önmagát meghatározta egy magát 14 éves korában, becsület az életem is előre való. Az én élet felfogásom az életről alkotott képen is ez, én magam is így élek. Természetesen az előbb túlendültünk a kérdésen, én az informatikusokat szeretném megkérdezni, hogy minden nap van-e, mind a városházán, mind pedig a önkormányzat cégeinél készült dokumentumról mentés. De nem csak azon a számítógépen, amelyen készült esetleg egy-egy dokumentum, és azon van egy dátum, hanem a központi szervezetben történik-e minden este, minden nap mentés, mint felügyelő bizottsági tag, ezekre a részletekre vagyok én kíváncsi, mert itt van a kutyállás. Köszönöm szépen. Más hozzászólás a tettőzőre is nincsen. Akkor vitát lezárt. A vitán előadókkal kapcsolatban a költőt szeretném mondani. A ágostoló kérdésére a csak hogy tisztázunk ágostolóknak, a holdingnál, ön a holdingnál felügyelőbizottsági tag, nem az önkormányzatnál, tehát az önkormányzatra való rákérdés a szervezetben az is van, az a válasz értetre bonyolult, van olyan terület, ahol minden nap mentés van, ahol meg nincs, mert nem szükséges. Tehát ez összetett a holdingnál az idő szabályért tudottam, hogy itt van. Nálunk még a tiktatás terviselőtől a holding gépot, tehát ez egyszerűen csak ténykérdés. A vitámban értem bennünk elhangzottak a kapcsolatban, pedig én csak annyit szeretnék hozzátenni a Varga úr elvonásához, hogy nem véletlen, ő következetesen egyetlen egy létező számot vagy tényszeren mondott, hanem egy ilyen erősen érzelem túls, és én hallom már a választási kampánynak számít előterjesztésre. De csak az érdekességet, de néhány tény van mondják el, ami egyébként a Varga úr számára lehet, hogy meglepetés. Ugye négy városból voltak ezen az energetikai konferencián, Szeged, Budapest, Miskolc, Debrecen, az önkormányzatok, ilyen 23-an regisztráltak egyébként magyarok a tudomásom szerint a konferenciára, ebből csak kettő volt olyan, aki egyébként az önkormányzathoz vagy a folyamatosan tartozik, illetve három személy, aki a vagyonkezelő munkatársa. Tehát ezt úgy titulálni, hogy a debreceni politika és gazdasági cinevilága, ez egy költői túlzás. Mert hogy ez nyilvánvalóan nem így van. És az is igaz, hogy a önkormányzat részéről a joga van a kiküldetés elrendelőnek úgy dönteni, hogy már pedig ha akarnak az illetők menni, akkor ez csak saját pénzen és saját szabadság terhére tehetik, és nem járunk hozzá ahhoz, hogy ez hivatalos utazást kétsen minősüljön, és nem is járunk hozzá. De én magam azt a döntést, akkor azt mondtam, hogy ki lehet menni, saját szabadság terhére és minden saját pénzből kell finanszírozni. Minden. Még azt is egyébként, ami érhetetlen abszolút, hiszen a magyarországi napi díjjal kapcsolatos szabályozás miatt haladott módon még akkor is lehet az embernek átmenni a vezetésére, hogyha önmagában euróban vesz fel 100 eurót, vagy 100 eurót is a fizet, de az átmenni a vezetet még akkor is meg kell fizetni. És ezt minden esetben megtörténik. Itt viszont egy másik kérdésről van szó a megítésünk szerint, ez pedig a következő. És erre talán érdemes a mostani készülő kampány kapcsán figyelni. Meddig engedjük, meddig tűrjük azt, hogy különböző politikai szándékok az embereknek a legbelső magánéletébe is behatolják. Én azt gondolom, hogy itt ez egy jó példa arra, hogy én úgy gondolom, hogy ha valaki a saját szabad,
terhére valahova, és a saját pénz utazik, akkor politikai szándékokból nincs a jogos engem sem átvájtálni akkor, hogy mit csinálnak. A szabadságán, a saját pénzén, és végképp felháborítanak tartom azt a hozzámást, amit a Balgó Úr adott, ezen túl, ezek szerint az önkormányzati képviselők, hogy Balgó Úr vinnék állja magának a jogot, hogyha az agymérci benne egy szabadságra nyáron, akkor tudni akarja, hogy kivel ment. Nehogy már olyan emberre menjen, ahol például olyan cégnek a munkatársa, aki adott esetben vele egy szerződést írt alá. Mert akkor majd Balgó Úr vizsgálódni fog. Majd a vagyonkezelő oldik, vagy a majd az önkormányzati vállalatok vezetőinek ellenőrzi a baráti körét. Lehet-e egy szalonosítésen részt venni a pénzügyi igazgatójának egy olyan munkatársa vezetőjével, akivel megkezdési viszonyban is van egyébként? Akkor viszont a városi vállalatok sem szabad járni, hogyha ott olyan emberek is vannak, akik adott esetben nem is, nem még egy asztalnál is ülnek olyan vállalatvezetővel, aki egyébként a más vonatkozásban üzleti kapcsolatban is van velük. Hát ez az a különbség, amit meg kell akadályozni egy demokráciában, még akkor is, hogy egyébként egy adott politikusnak, mint jelen esetben való, nincsen más mondani valója, csak az, hogy minden létező értelme szabály politikai érdekekből felfog, és behatol az embereknek az olyan magánéletében is, amihez egyébként kedves való a politikának semmi köze. Ami politikai vitát folytatunk egymás között, az rendben van, de az, amit a kérdésekben ön adott esetben a városdolgóval kapcsolatban is feltetett, az felháborító. Valóban, hol fog ez véget érni? Hol fog véget érni? Vietnámi bizottságot állítunk fel annak kapcsolatban, hogy az önkormányzat vezetői, vagy az alpolgárság, vagy a polgárság hova mennek nyaralni, kivel, és azokkal egyébként milyen kapcsolatban vannak. Akkor én csak magányosan megyek. A város vezetőjeként Debrecen majd minden polgárához valamilyen utóbódon kapcsolódok ezzel számára. Tehát ez az a dolog, aminek meg kell parancsolni, mert egy olyan választási kampányát idézünk, ami szemben állt a polgármester, és az elején érdemes adott alapárakat felállítani, amit nem nyílunk át, akármilyen bombasztikus sajtótájékoztató, meg politikai performance rendez valaki. Én azt gondolom, hogy a saját szabadságban mindenki oda megy, ahova akar, ha a saját pénzén megy. És nem, ellen fogok állni az utolsó ki, hogy ezt a szabályt áthágjuk, és politikai szándékok szerint vizsgálati bizottságot állítsunk fel akkor, hogy a saját szabadság, a saját pénzén megy valahol. Ha ott betartja a törvényeket és a szabályokat, akkor oda megy, ahova akar, és ellen fogok állni annak, hogy egyébként ilyen ügyekben vizsgálati bizottságot állítsunk fel. Mint ahogy egyébként most sem érdekel, hogy az a másik 18 ember, aki egyébként ott volt, semmi közünk hozzájuk, nem az önkormányzat, nem a velünk közünk munkatársai, milyen pénzen voltak, milyen szervezésben. Oda mennek, ahol vannak. És hogyha az embereket a személyes adataitól, a személyes kompetenciáitól, döntéseitől ilyen mértékben akarjuk megfosztani, az már nem demokrácia. És itt azért világosan azt kell tenni, hogy politikai érdekekből nem lehet minden határt átlépni. Nem lehet minden határt átlépni. Én nem látok összetéletlenséget abban, akit egyébként ön felvett. Igen, Ágostonul egy magáncég dolgozója. Alkalmazott. Az én is az egyik alkalmazott. Ez a magáncég, igen, lép nem csak a várossal, a vagyonkezelő oldalán egyes tagállattal és szerződéses viszonyban van. Nem gondolom, hogy emiatt Ágostonti volnak az előzőtsági tagságok összetérhetetlen lenne. Mert hogyha ilyen szabályokat állítunk fel, akkor tényleg, akkor nagyon messzere kell mennünk, akkor olyan szabályokat vezetünk be, amit egy demokráciában nem lehet megtenni. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy ilyen értelemben vizsgálódjunk. Még egyszer mondom, magam is részt vettem abban a döntésben, hogy azt mondtam mindenkinek, hogy saját pénzen, saját szabadságra mehet egyébként, nem. Ha ezt bevállalják, mehetnek, és nem gondoltam azt, hogy akkor, ha ezt bevállalják, akkor nekünk még más kérdést kell tenni. Én úgy gondolom, hogy ezzel az ügyen kapcsolatban, hogy ezért semmifajta vizsgálatnak nincsen helye, ha valaki ezt kezdeményezze, akkor tényleg ott fogunk tartani, hogy a osztályvezetők, főosztályvezetők, a politikusok kételek lesznek majd azzal szembenézni, hogy bizonyosságot állítanak, hogy hova mentek szabadságra, hogy kivel. Kivel tartanak kapcsolatot, kivel járnak össze, milyen alatt.
Ez nonsens. Én azt gondolom, hogy ennek most kell véget vetni, hát is meg még talán csak az előzőre fogja a kampánynak, de ebből az ügyből jól látszik, hogy mi a természet a dolognak, igen, igazolom valóknak, ebből egy hatalmas logit fújtak, és biztos, hogy ugye a kapáltatás logikája kapcsán ez az önkormányzatnak rosszat tesz, de a leghatározottan azt mondom, hogy ettől függetlenül nagyon fontos demokratikus értékeket pusztán politikai haszonesésből nem szabad átlépni, aki ezt megteszi, az nem érti a politikának és a magánéletnek a különbségét, és most tényleg totális diktatúrában gondolkodik. Totális rendszerben, ahol mindent ellenőrizni kell, azt is, hogy valaki hova megy szabadságra, kivel jár össze, és az egyébként a mit csinál. Tényleg ezt nem támogatom. Tisztelt közülés, Pajna Zoltán ügyvendégvédőnek is szólt. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, szeretném elkezdeni a közgyűlést, hogy a szavazását semmisztesen az ezzel kapcsolatos folyamatban nem kívánok tésztelni, szóval engedjen még arra volt, hogy olvassatok az ítéletet is, mert úgy fogalmazott, hogy becsület, hitelesség, hallgatás, terelés, jogosan. Hát ezek szerint ön már fáradt fogalmaz meg, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban hozzá senki nem érkezett, semmilyen kérdésem van, még okiratot szeretne megnézni, semmilyen kérdezte, hol voltam. Ő megírta ezt az előterjesztést, az elmúlt két szerdán beadta, akkor még úgy írta meg, hogy állítson egy bizottságot, ahol őt ennek megválasztom. Most átírtam az ön ezt a, hogy átírták, átírta valakivel ezt az előterjesztést, ami arról szól, hogy most ne is állítson a bizottságot, majd a következő közgyűlésen nevezünk azt az ötömmelt, akit most a vizsgálatbizottságban szeretne látni. Tehát az ön célja az, hogy botrányt keresen. És egyáltalán nem az a kérdőt, egyáltalán nem érdekelték. És azt kell mondanom, hogy itt valóban különleg az elmúlt hetekben senki nem érdekel. Biztos tudják, hogy hol van az érdekel. Miért nem érdekel képviselni? Miért nem nézzem a papírokat, hogy kíváncsi fogom. Azt mondta, hogy teremtsük ki a napokat. A napok megmondod, csak ön nem voltál kíváncsi. Köszönöm szépen. Állatom kivonulóan kultúrnak a mai egyetlenül. Fogalmester úr, tisztelt közülés, nyilván egy túltól még azért látok egy megerősítést az előző kérdésre, de a másik dolog az atókínos. Fogalmester úr, itt most terelni, meg sok mindenről beszélni, az atókínos, hogy magánutazás közpénzből kezdődött, közpénzből lett finanszírozva, megerősítés, nagyon kínos. Én erre a részre azért kíváncsi vagyok, hogy terelhetünk, hogy ki döntött ezt el, hogy ez a pénz kiutalható. Föl is tettük ezzel kapcsolatosan, feltettem én magam is a kérdést. Tehát azért nem ennyire egyszerű és ennyire könnyen kezelhető ez az ügy, természetesen azon a részével egyetértek, hogy hova jutunk akkor, hogy ezeket most nem látjuk tisztán. Ha minden sima volt, akkor én tényleg azt mondom, hogy nem kedvessék rájuk polgármester úrhoz, mi voltunk, hogy egy szónál ide kellett volna hozni a papírokat. Tényleg azt mondom, hogy ilyen az. Nem kell kérni. Városvezetőként azt mondom, hogy ez úgy a köteles, én voltam tettem meg. Hát nem tudom világos, hogy mindenki számára egy olyan rendszer kezdünk el dolgozni, ahol már kérni sem kell azt egyébként, hogy valaki utasson a szabadságos papírját és a szabadságra vonatkozó adatokat, hanem önként kell ezt bemutatni. Károsan dolgozik, egy nagyon messzire fogunk menni ezen az ügyben. Én azt gondolom, hogy ez semmi módon nem helyes. És hát, ha valaki megnézi a Borgó által feltett kérdéseket, amelyek olyan lényegesek, hogy úgy érezte, hogy külön nyomatékosítani kell őket. Tehát gondolják már meg ezt a megfogalmazást, mert Borgó egyébként a csodálatos előterjesztésben előzte. Csak az egyiket felolvasom a hat közül. Etikailag, morálisan elfogadható-e, hogy Debreceni jegyzője alpolgármesteré, valamint a Debreceni Bajnokodőző ZRT olyan közös utazáson legyenek részt, érték bármilyen utazáson, amely utazásnak tagja egy olyan vállalkozás vezetője is, aki a város és a Debreceni Bajnokodőző ZRT közismert üzleti partnere. Érték, ezen túl a városvezetőinek a utazásról be kell számolni, mert hogyha olyan ember van, akivel a város egyébként valamilyen kapcsolatban van, akkor az morális felépítő. Ezt mondok. És egyébként nem jelent meg, hogy hivatalosult magánul saját szabadság. Minden. Tehát a valgó, a Datnádi Ákossal egyébként a politikai szándék, bármilyen áron minden létező normális szempontot, morális szempontot elrendben a politikát kell csinálni, mert azt ön is pontosan tudja, az ön által
képzett politikai kerülők, olyan mértékben jelentéktelen, ahol csak ilyen botrányok kertésével lehet egy általán bármifajta nyilvánosságra önnek számot tartani, csak én azt gondolom, hogy még egyszer hangsúlyozom, a nagyon édes határt kell szólni abban, hogy a politika meddig vájtál egy ember magán életében. És mi az a kérdés, amit fel lehet tenni egy embernek, és mi az, amit nem. És azt, amit nem szeretett, hogyha általában utazásra megy valaki a saját szabadságot elég a saját pénzén, akkor itt be kell leszámolni egy politikai testet, falon, hogy mit csinál, ez szerintem nonsens. Ha még egy percet megadom a Szatmári Károlynak. Köszönöm szó, polgármester úr, tulajdonképpen a vizsgálatnak egy részele is folytatódott, ha jól értelmezem, de komolyan fordítva. Polgármester úr, tiszteltel, ennek igaza is lenne akkor, hogyha ember volna közpénz kifalette. Idézem két mondatát, és nem kívánom, hogy válaszoljam a akar válaszol. Ön azt mondta, a kiküldetést ellenőrző polgármester magánunk, vagyis én magánunknak rendeltem el, saját pénzben saját szabadságunk terhére. És igazából ki nem kezdve aztán tényleg volt. Akkor aztán ki a franc rendelte ezt a kiküldetést előtte, és ki rendelte ezt a közmény kiküldetését? Ugyanezt szeretném megkérdezni, és erre nem válaszoltam, hogy az előbb sem Ágoston Tibornak, hogy rendben van, hogy magánút volt, magánpénzből, de hát ezt már tudjuk, hogy a vagyonkezelő és a önkormányzat kezdődött ki eleinte, és utána fizették vissza. Ezért ez ugye így volt. Kirende, erre vagyok kíváncsiak, és erre akármi kérdést fogok tenni, és bemegyek akárhol meg tudni ezt, hogy ezt kirendelte, mikor, hogy mégis kifizessék közpénzből. Ez az egyetlen probléma, nyilván azzal nincsen bajunk, hogyha elmegy akár olyan havajra, rendben van, egész nyugodtan megtenni, de az, hogy a közpénz, ez az egy probléma. Nyilván ezek a kérdéseket tényleg elég számosak, meg dolgosak, de ez a varró dolog. Ezt pedig egyébként jegyző úr már pontosan is ütette az MT-ben adott, az MT-nek átadtett kérdésekre, ez napnálmányosabb, az, akik újra is megtehetjük egyébként, ezeket a kérdéseket szeretem én látványosan, de most megkérdem egy tudat, hogy még egyszer mondjam már el azt, ami egyébként még egyszer van nyilvános, az MT-ben utána lehet nézni, amit ő maga nyilatkozott az egész ügyen kapcsolatban, mert az a tény, jegyző úr, tisztelt polgármester, tisztelt közülés! Én ugyanazt tudom elmondani, amit egyébként azon a sajtótájékoztatón is elmondtam, illetve valamennyi olyan médiának elmondtam egyébként, aki megkeresett, illetve valamennyi olyan képviselőnek, aki ebből az ügyben engem megkeresett. Maga a utazáson való részvétel az kiküldetés keretében hivatalos útként került rendelésre. Azonban akkor, amikor az utazást megelőzően több alkalommal egyeztettünk a tekintetben, hogy ennek az utazásnak egyes napjai során milyen feladatot fogunk tenni, kikkel fogunk tárgyalni, és mi lesz az a konkrét hivatalos útnak minősülő tevékenység, amit ellátunk, és ez a kiküldött napok számára és a részükre lefoglalt repülőjárathoz képest milyen elféléseket mutat, akkor megkértük a utazás szervező céget, hogy különítse el arra az időszakra vonatkozott a számlát, amikor a repülőjárat foglalása nem a kiállítás helyszínébe érkezik, hanem attól körülbelül 300 km-re. Maga a kiállítás egyébként nem is az óceánról tengerparton, hanem a Orlandó városában került megrendezésre. Az utazás szervező azt mondta, hogy nem tudja elkönyíteni a számlát, csak úgy, hogy külön a repülőjegyek és külön az utazás szervezéssel kapcsolatos számlát. Akkor elkezdődött egy húzavonak, hogy próbáljuk meg azokat az üzleti partnereket, akik potenciálisan a mi célirányos látogatásunk kapcsán szóba jöttek, valamilyen volna felmutatni és hasznossá tenni ezeket a napokat. Ezt sem tudtuk megoldani, és így aztán felvetődhetett az a kérdés, valóban jogos lenne-e, jogszerű lenne-e, vagy elkölcsös lenne-e, vagy morális alátámasztató lenne-e az, hogy két és fél napon nem tudunk hivatalos programokkal felszámolni. Még egyszer hangsúlyozom azért, mert a repülőjáratot így foglalta le a katonák szervezet.
Ekkor természetesen kiküldött és elrendelésre kerültek, úgy, ahogy ez szabályos, hiszen ennek megvan a maga hivatali eljárási rendje. És amikor nem sikerül zöldállni az utazás szervezőre ennek a két és fél napos programnak szakmai platforma való megtöltésére, akkor polgármester úr hozta azt a döntést, amit egyébként a közgyűlés előtt is ismertetett, szerintem nagyon helyesen, hogyha ez ilyen körülmények között vitatható, támadható és nem etikus, akkor ő nem járó hozzához, hogy ezt kiküldetésre tenne, és visszavonta írásban, még az utazás kezdete előtt ezeket a kiküldetéseket. És írásban értesített minden résztvevőt, a polgármester urat és engem is arról, hogy elmehetünk, ha akarjuk, és saját költségünkön szabadságunk terhére viselhetjük az útnak valamennyi kiadását. De itt az a kérdés, amit Ágost úr kérdezett és feszegetett, hogy itt a számítógépes nyilvántartásokkal hogyan lehet ezt alátámasztani. Ezt kérdeztem már az Ilonámba is, én akkor megnyitattam, hogy azt alá tudom támasztani, jöjjön vissza, azóta nem jött, gondolom, hogy nyilván meg fogja tenni az ez irányú kérését, állunk elére, mert ugye ez egy lényeges pont, hogy hogyan válhatott magánután hivatalos a kitoló út, kérem szépen egyértelműen úgy, hogy az utazás hivatalos jellegének alátámasztására szolgáló kiküldetés még az utazás kezdete előtt visszavonásra került, és a kiküldetése érintette tájékoztatásra kerültek, hogy szabadságú terén saját pénzükkel mehetnek alkalmat. Köszönöm szépen. A szakmányok kérdésre is tudok válaszolni. A hajnalatán úr kiküldetés és mennyiből ahol rendeltem, mint az én helyettesítésem helyett, az én hatáskörben helyettesítésre rendelkező hatáskörben rendelkező alkalmester, a jegyző úr kirendelését pedig a hajnalak úr, mint aki szépvényel ezzel eljogosított, és amikor ezek a problémák világosan lettek, akkor is voltam Sontagúrnak, hogy mint a, egyébként a hatáskör eredeti címzettje, így felülbírálható döntését, fel ezt meghangoztálta, ő ebben egyetértett azon, hogy jelölőnek között ez az egyetlen lehetséges döntés, és elrendeltem azt, hogy visszaoldjuk a kiküldetést, és akkor is a hivatalos, vagy hivatalos minősítését megszüntetem, és megkonzultáltam velük, hogy az út a résztvevőkkel, hogy mehetnek egyébként magánszinten magánszabadság, és azt mondtam, hogy igen, hogy ezt már meg, akkor igen. És ez az ebben kapcsolatos minden létező költséget egyébként a visszaütődésünk alapján teljesen vették is. Ebből keletkezett persze, mert egy nagyon hangzatos dolog, ilyen politikai botrány, ilyen útből egyébként több tucat van, amikor valamilyen döntést felülbírálunk, azért nézzük, hogy megváltoztak a körülmények, hogy az eredeti feltételeket nem lehet teljesíteni, mindegyikben lehet nagyon általános politikai döntést fogni. Hozzáteszem, hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy a magánéletben való májkálás az bizonyos kormányok között, vagy még úgysem helyes politikai értelemben. Mondok csak egy nagyon egyszerű példát. Szabadság elrendelésével kapcsolatos szabadságos partó megtekintése az olyan adat, ami egyébként az illetőnek, az, akinek a partnója a tulajdonában van. Nem rendeltem azt el, hogy valaki az önkormányzat munkatársa a szabadságos partóját hozza nyilvánosságra. És azt az adatot én nem is szolgáltatottam ki. Ha ő ezt megteszi személyesen, mint hogy ezt tudom, hogy megtették, akkor ez az ő dolga. De én tőlem nem lehet kérni senkitől sem, hogy a szabadságos partnert tekintsük meg, mert egyelőre itt nem abban a rendszerben élünk, amit valóban elképzel nekünk, hogy egy politikus, politikai érdekekből a bárkinek a magánértékét is vágni. Tehát nagyon furcsa helyzet, mert például én nem tudom, hogy még egy sem tud szabadságos partot kiadni. Mert az olyan az, ami a munkatársaknak a személyes adata, hogy mikor mennek szabadságra. Azt meg végképpen nem tudom megtenni, hogy kivel mentek meg hova. Mert a szabadság elrendelése kapcsán erről nem tájékoztatok, hogy ki lenne meg szabadságra. Van-e más hozzáfordó? Ha nincs, akkor a vitát felállom, előtérhetőnek arra, hogy köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlő és tisztelt polgármester úr! Arról beszélt, hogy tények és következtetések. Nagyon nehéz tényekről beszélni, hogyha nincs a birtokomban semmi információ. Mert lehet, hogy van. Biztos.
De azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10 nap tükrében önök éppen azt mondanak, amit egy adott pillanatban jól van. Ez hogy igaz, vagy nem igaz. Kiki vérmérséklete szerint ez vagy elfogadja, vagy nem. Erre lett volna ez a vizsgálóbizottság, hogy valóban sikerüljön tisztelni ezt a kérdést. Mert nehogy azt így, hogy létezik ma az osztályba valaki, aki ezután a közgyűlés után azt mondja, nyilván önöknek kívül, hogy ez igen, ez egy hitelt értelmű válaszol. Az, hogy ki miben bájkál is, hogy a politikának meddig van joga beleszólni a magánéletbe. Polgármester úr, ön most kínosan védi a demokratikus értékeket, amit 2003 decemberére és januárjában valahogy elfelejtett. Biztos emlékszik arra a két évről, hogy Szijjártó Péter és Megyesi. Egy kubai utazás, ahol Megyesi Péter nem egy közpénznek induló magánúton vett részt, hanem teljesen egy magánutazáson. Ő jöntött a Fidesz. Előkerestem, nagyjából egy hónap utalkott ez a polémia. Érdekes módon én egyetlen egy olyan hozzászólását, vagy felszólalását nem olvastam, polgármester úr, ahol a magánélet tisztessége miatt akkor kikelt volna a saját pártjával szemben. Most miért lett hirtelenjébe ez a magánélet szentsége ennyire fontos? Amúgy meg én azt mondom, hogy nyilvánvalóan ennek a dolognak lehet, hogy több a füstje, mint a lángja. Nem tudjuk, nem tudhatjuk. Még egyszer mondanám, mi következtetni tudunk. Azokból a vicepúcsak felszólalásokból, hozzászólásokból, nyilatkozatokból, abból, hogy hogy nyilatkozott és hogy nem nyilatkozott, még az utazása a Holdingnak a vezetője. Ezek után nyilván, hogy minden éppeszű politikusnak az az egyedüli célja, hogy igenis derítsünk fel, mert elárulok egy nagy titkot polgármesterről. Nem a rossz indulat vezérel, még csak nem is az, hogy én most fújok egy politikai ügyet. Mert semmi célja és semmi értelme. Egyszerűen csak azt akartam, hogy lássunk már tisztán, sőt, még egy kicsit tovább is menni. Hogy valóban tegyük tisztába a Debrecen városát. Mert ha ez most így marad, akkor nem lesz ember, aki az ön háta mögött nem mondaná azt esetlegesen. Akár a bizonytalanok között is, ha már itt tartunk a választási kampánynál, hogy na itt vannak a szorítások. Abban az esetben, hogyha ez most így fog véget érni ez az előkerést, és mert nyilván így ér véget, hogy leszavaznak. Hozzá kell, hogy tegyen nagy meglepetés, nem okoz. Akkor önök több kárt okoznak, mint Debrecen városának. Mint akkor, hogyha valóban létrejön egy olyan bizottság, aki ezt ki tudja érdemben is lenni. Egy mondat elején pedig, Bajnó, valóban nem volt időm, és amúgy minden tiszteletem az önöké. Nekem se a jegyző úrral, se az alpolgármesterekkel az ég egyet a világon sem folyamatosan. Én azt hiszem, hogy valóban becsülettel és tisztességesen végzik a munkájukat. És nagyon szurkolok azért különben, hogy ez így is menjen tovább. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz, hogy valóban a pedigré tiszta maradjon, ahhoz szükség lenne egy mindent átfogó vizsgálatra, akkor kiderülnének a levelezések, és még csak az sem kellene talán, hogy ezt a sajtó korlátozzuk. Egyszerűen csak lássunk bele, mi a képviselő. Hogy mi tudjuk azt mondani, hogy igen, kiállunk ezért az öt emberért, akik itt ülnek előttünk. Így mit mondunk majd? Az pedig, hogy az előterjesztésen módosult vagy nem módosult, ezt nagyon szépen köszönöm a jogi osztályvezetőjének, hiszen egy képviselőnek lehetősége van előterjesztéseket beadni, és ez az SMS-be is ugye benne foglaltatik, hogy a jogi osztály ezt átfésüli, és előterjesztésre alkalmas módra, vagy módba adni. Ez történt meg, semmi más. Ezért történt többek között az a módosítás is, hogy nem most jelölünk ki a tagokat. Mindösszesen ezért, nem pedig azért, mert én szeretném ezt az ügyet életbe tartani. Az, hogy ez az ügy életbe fog maradni, az akkor fog bekövetkezni, ha erre itt most mi, vagy esetlegesen a közvélemény nem fog tudni megmutató válaszokat kapni. De ez már legyen most az önök felelőssége. Köszönöm szépen! Köszönöm! Polgármester úr, tisztelt közgyűlés, zárószóként csak annyit szeretnék mondani, hogy amit most elhangzott, ez sajnos nem igaz. Ma itt elhangzott. Ugyanis, amikor vagy pont túl engem fölhívott annak szerkesztő
lehetőség, akkor én fölhívom a vagyonkezelő titkárságot. És akkor a következő mondták, a csapat szakmai konferenciának hívtak. És ezt esetleg kimentünk ezzel kivoltani. A telefonomat természetesen rendelkezésre bocsátom bárki számára, ennek nyomozás lesz a végén. Nagyon sajnálom, hazudozás folyik. Köszönöm. Tisztelt közül és sok szerelmi tárgyalatok a közéstudó vagyonkezelő RT, az egy másik ügyszer. Mi most az önkormányzat közéstudó? Én az önkormányzat vezető vagyok, és kizárólag a közvetlen befolyásolni jegyzők keresztül a polgármesteri hivatalra van, hogy egy vagyonkezelőnél lévő titkárnő egy denemozosított telefonra mit mond, azt én nem tudom kezelni, hozzáteszem, nem is tartom irányítónak. Például képzelje el, hogy bejött ide egy állampolgár, és egy hivatali ügyben szeretett volna tájékozódni. A portás azt mondta nekik, hogy menjünk fel a Fidesz irodára. Ebből nem az következik egyébként, ez való megtörtént eset, találkozott a folyosók is. Én ebben nem azt a következést mondtam, hogy el kell jelenteni a portást, mert bevezetik a Fidesz irodák területen, hanem az, hogy a portás egyszer rosszul tájékoztatta az illetőt. Mint ahogy nem teljesen tartom kizártnak, hogy egy vagyonkezelő RT-ben dolgozó titkárnő nem ismeri napra készen az önkormányzat és a polgármesteri hivatal belső döntéseit. Főleg azért, mert nem sértesedett róla, mert ezek egyébként nem kerülnek a közöttben ki a közlésre. Én, hogyha én hozok egy kirendelésről döntést, hogy a polgármester, akkor nem tud megjelenni a vagyonkezelő titkárnője. Tehát amit ő mond, hogy az ilyen nem kapcsolódik ahhoz, amit szólt. Tisztelt főtűnés, akkor a döntésre kerül sor, kérem szavazni magatra. 5 igen, 6 tartózkodás, 18 nem mellett a közésre, hogy a utasítottak.